Manapság az állatvédelem egyik legnagyobb kihívása megértetni és elfogadtatni az emberekkel, hogy az ivartalanítás igenis fontos, hiszen sok állatot mentesíthetnek a szenvedéstől, a kivetettségtől. Mindemellett a kóbor gazdátlan állatok sokunk életét nehezíti meg, nem beszélve az állatmentők mindennapjairól, akik alig győzik ellátni őket, és nagyon sok esetben nincs is lehetőségük erre. Ennek ellenére még mindig nem tudatosítják az emberek, hogy a felelős magatartással, az ivartalanítással kezdődik. Beszéljünk hát róla, vendégem a témában Burger Őrs, állatorvos. Szeretettel köszöntelek itt a Sárga Kanapé. Szerintem mindenek előtt beszéljünk arról a fogalomról, hogy tulajdonképpen mit is jelent az ivartalanítás, hogy mindenki számára tiszta legyen, lehet, hogy egyesek számára ismeretlen ez a fogalom. Az ivartalanítás vagy a sterilizálás más néven, ez egy olyan orvosi beavatkozás, amelynek az a célja, hogy az egyén utódnemző képességét megszüntessük. Tehát gyakorlatilag akkor ezt jelenti, és többféle fogalmat is használunk rá. Miért fontos elvégezni ezt a műveletet az állatok esetében? Elsősorban azért fontos, mivel a házi kedvencünk minél többet lehessen velünk. Tehát legtöbb az egészségi szempont. Igen, tehát akkor házi kedvencekről beszélünk főként. Mely állatok esetében? Kötelező vagy érdemes, de erről még ugye ez ki fog derülni, hogy kötelező-e vagy ajánlott elvégezni az ivartalanítás. Mely állatok esetében? Erre törvény van. Törvény előírja, hogy a nem törzskönyvezett egyedeket, most kutyáról és macskáról is beszélhetünk, ezeket ivartalanítani, sterilizálni kell. És ezeknek nyilvánvaló a kereszteződését is. Ha most már törzskönyvezett egyedünk van, vagy törzskönyvezett kutyánk, vagy macskánk van, és nem is akarunk kölyköket, akkor nyilván ajánlott ezeket is ivartalanítani, sterilizálni. Amit még hozzá szeretnék fűzni, hogy kutyáról, macskáról, állatokról van szó, tehát ők nem emberek, így alapvetően a szexuális kielégültség nekik nem szükséges. Tehát hajlamosak egyébként az emberek, így hogyha gondolom te rengeteg ilyennel találkozol, de egyébként jellemző, hogy magunkévá tesszük ugye az állatok helyzetét, hogy az ivartalanítás mennyire kegyetlen dolog, hiszen úgy gondoljuk, mintha emberekről lenne szó, de nagyon jó, hogy ezt hangsúlyoztad. Sok gazda azt hiszi, hogy a sterilizással, ivartalanítással megfosztja a házi kedvencének a bizonyos fiziológiai szükségletét, vagy lelki traumát okoz ebből nekik. De hiszen ott vannak ugye azok az időszakok, most már beszélhetünk erről is, amikor bizony az okoz lelki traumát, hogy nem jutnak mondjuk kielégülés, az ösztöneiknek nem tudnak élni. Gondolom, hogy az nagyobb kín az állatok számára. Nyilván. Tehát a tüzelés időszaka. Nyilván. Ugye? A kutyáronak is, macskának is sokkal a megterhelőbb, ha éveken keresztül tüzelnek, és nem következik be a megtermékenyítés, a párosodás, a vemhesség. Ez az ilyen jellegű hormonműködés természetellenes számukra, és előbb-utóbb felbomlik az egyensúly, és a betegségek többsége majd innen fog fakadni. Milyen betegségek fakadhatnak ebből, hogyha nem történik meg az ivartalanítás? Az ivartalanítás ajánlott mondjuk a teljes 5-6 hónapban, hogy megtörténjen. Tehát még ez is számít, hogy mikor, de... Igen, mielőtt bekövetkezik az ivarérettség. Na most már így el tudjuk kerülni azokat a komplikációkat, amik a hormon túltengés miatt jelentkeznek. Itt az esetek 50%-a az az emlődaganat. Ez nőstény egyedek esetében. Macskák és kutyák. Még megemlíteném az álvemhességet, a sterilizálással teljesen kizárjuk, hogy később petefészek, vagy méhdaganat alakuljon ki, vagy a gennyes méhfertőzés is. Ami a kanukat illeti, megelőzzük az idős korba jelentkezhető prostata problémákat és a hereddaganatot. Lehet mondani, most nem feltétlenül százalékra gondolok, de hogy milyen arányban okozza az állatok halálát az, hogy úgymond felelőtlen volt a gazda, és nem ivartalanította mondjuk egy házi kedvenc esetében? Időben.
Tehát ez sok állat, akkor igen. Majdnem zéróra csökken ezeknek a komplikációknak a bekövetkezése. Minél később történik meg az ivartalanítás, vagy nem annál, is történik meg? Nem is történik meg, annál nagyobbak a rizikók, és előbb-utóbb biztos bekövetkezik valamilyen fajta ebből fakadó betegség. És legtöbbször túl későn jönnek, az állatot már nem lehet megmenteni, mert a legtöbb daganat rossz indulatú, és áttétek keletkeznek, amikor már nem lehet megmenteni az állatok életét. Tehát számít az, hogy nőstényről vagy kanról beszélünk, mint két esetben úgymond ajánlott és kötelező az ivartalanítás? De itt most már belefutottunk ebbe, hogy kötelező az ivartalanítás? A törvény kötelezi, hogy ivartalanítsuk a nem törzskövetett egyedeket. Viszont bakok, kant és nőstényt egyaránt akkor. Egyaránt. Tehát nősténynek is és a kannak is az előnye, tehát az egészségére, ha figyelünk, akkor ajánlott a sterilizálás mindkét esetben. Milyen lehetőségei vannak az embereknek arra, hogy ivartalanítsák az állataikat? Mert ugye azért itt el lehet különíteni a gazdákat is. Vannak, akik mondjuk kint tartják az állataikat, nem feltétlenül a mindennapjaik szólnak az állataikról, illetve vannak azok, akiknek házi kedvencük velük élnek. Most gondolom, hogy mindkét esetben másképp gondolkodnak az állatorvosi vizsgálatokról is, de itt milyen lehetőségek adottak mondjuk, hogyha mégiscsak rászánja valaki magát az ivartalanításra? Mondhatom, hogy a sterilizálás egy rutin beavatkozás, viszont akármilyen rutin beavatkozásról van szó, tehát egy műtét, ami rizikóval jár. Ahhoz, hogy ezeket a rizikókat elkerüljük, ajánlott egy állatorvosi rendelőbe a sterilizálást elvégezni. Ez a műtét egy általános altatás alatt történik. Az altatással nyilvánvaló fennállhatnak a rizikók, ezért ajánlott műtét előtt egy vérvizsgát csinálni, a paciensnek a szívfunkcióját megnézni, hogy elkerüljük az altatás közbe, műtét közbe és műtét utáni komplikációkat. Én ezt úgy vélem, hogy minden gazda felelőssége, ugye, hogyha befogadott egy állatot, felvállalt egy állatot, akkor felelőssége ezeket, hogy magára vállalja. És akkor zárhatjuk azzal is, hogy gyakorlatilag ezt bár elmondtuk ugye az előnyeit, hogy minél korábban történjen ez meg, de sosem késő gyakorlatilag, és mindenkinek kötelezettsége, hogyha csak nem egy törzskönyves egyedet nevel, akkor megtegye az ivartalanítást, és hogyha nem szeretné ugye törzskönyves is szaporítani, vagyis hogy ugye új egyedeket létrehozni, akkor mindenképp tegye meg az ivartalanítás lépését. Köszönöm szépen a beszélgetést, hogy itt voltál.